Bonyhádi Napló című műsorunkat látják, köszöntöm nézőinket. Bonyhádon a lakosság közel 30%-a német nemzetiségű. Ennek megfelelően a svábbál fontos társadalmi esemény. Idén nagy feladatok előtt állnak a németek, hiszen nyáron a Sommerfest mellett 30 éves testvérvárosi kapcsolatot ünnepelnek Vernauval, és sor kerül az országos sváb szépségversenyre is. Megkezdődött a báli szezon, és ahogy ez már évtizedek óta szokásban van Bonyhádon, a németek is megtartották a hagyományos svábbát. Persze több ez annál, mint hogy egy este összejövünk, eszünk, iszünk, jót mulatunk. Része a hagyomány megélésének, a közösségi lét, az együvé tartozás élményének erősítésének. Idén eltérve a megszokottól, színpadi produkciók is színesítették az estet. Mindenki örül annak, hogy végre találkozunk, hisz nem csak bonyhádiak jönnek, hanem a környékből, sőt, megye határán kívülről is. Ebben az évben egy nagyon híres zenekart hívtuk meg, a Sützenekart, és azok, akik nagyon szeretik őket, egész Pécsről és Nagynyárádról, nagyon sok helyről követik őket, és a végén úgy jártunk, hogy nem volt már eladható jegy. A zene az a vérünkben van, és nem csak a zene, hanem az ének és a tánc, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kulturális, egy rövid kulturális program keretében a táncosok is bemutatkoznak, az énekkel is bemutatkozik, és nemrég egy éve működik Bonyhádon egy harmonika iskola, vagy néhány gyerek tanul harmonikázni, és ők is bemutatkoznak, nekik is lehetőséget adunk arra, hogy a nagy közösségnek bemutatkozzanak. Bonyhád városának jelentős része német nemzetiségűnek vallja magát. Így a svábbál rendkívül fontos társadalmi esemény is. A város és a kisebbségi önkormányzat viszonya kiemelkedően jó. A Bonyhád város mindig fontosnak tartotta a németséggel való együttműködést. Nem is titkolhatóan azért, hiszen a Bonyhád város 30%-a német nemzetiségűnek vallja magát. Ezért, de amúgy is egy közösségnek, egy településnek mindig fontos, hogy a nemzetiségek, egyáltalán az ott lakók, közösségek egymással jó kapcsolatot ápoljanak. Bonyhád város mindig kiemelten fontosnak tartotta a németség támogatását, és minden esztendőben természetesen a német nemzetiségi önkormányzattal való jó kapcsolatot, és ez az idei évben is így történik. Bonyhád külkapcsolatainak kialakításában és legfőképp működtetésében is kiemelkedő szerep jut a kisebbségeknek. Akár hogyha Hohheimra, Treitlingenre vagy Vernaura gondolunk, mindenhol ott van a német önkormányzat, német nemzetiségi önkormányzat, igen. Hogy a németség helyzete jónak mondható, sőt, mindent megtesznek azért, hogy tudjuk ápolni a kultúránkat, a nyelvünket tudjuk ápolni. Már van egy országgyűlési képviselőnk, aki nagyon sok mindent megtesz a németségért, sőt, sikerült elérni, hogy az óvoda pedagógusok ösztöndíjat kapjanak, tehát nem szólhatok semmit. Amit én negatívomnak látok, hogy mivel jó a helyzetünk, sokan elkényelmesednek, és mivel sok a vegyes házasság, az asszimiláció egyre erősebb. Tehát ez, ami nem a legjobb. A németek mozgalmas évre számíthatnak ebben az évben is. Számos olyan rendezvény vár rájuk, melynek megszervezése férfi munka lesz. Ilyen lesz a Summerfest, ahol sor kerül az országos sváb szépségversenyre is,
és 30 éves jubileumot ül majd a város Vernauval. Az ünnepségre minden német testvérvárosból érkeznek vendégek. De ez majd csak nyáron lesz. Most Farsangon a tánc és a vidámság ünnepe, amit a svágbok meg is ünnepeltek tisztességesen. A február nem csak a báli szezon ideje, hanem a középiskolákban a végzősök szalagtűzőjének is. Bonyhád három középiskolájában 238-an végeznek idén. Rájuk nehezedik a közelgő érettségi vizsgák súlya. Az Arany János gimnáziumban 7 esztendeje tűzik fel a szalagot a végzősökre. Még iskolásként, de már majdnem felnőttként áll az ember és várja, hogy kabátjára kerülhessen a szalag. A lányok meghatódottan mosolyognak, a fiúk eljátszák a keményet, de belül őket is biztosan megérinti a helyzet. Tudják, életük nagy feladata vár rájuk, vizsgát kell tenni az elmúlt 4 esztendőből. Ezt is jelenti a szalag. Bonyhád három középiskolájában készülnek a végzősök a megmérettetésre, ami ünnep a végzősnek, a családnak, az iskolának, de a városnak is. Ez egy olyan esemény egy középiskolás életében, amikor még egy kicsit cinkos, jókedvű, hőnfelett szórakozási az időszak. Összefortak, összekovalacsolódtak már azok az osztályközösségek, akik most lassan-lassan búcsúznak a középiskolájuktól, de még nincs az előttük, hogy jön egy tavasz, amikor jön az igazi megmérettetés, egy májusi érettségi. Egyébként Bonyhádon a három középiskolában összesen 238 fiatalra vár majd ez megmérettetés májusban. Én városvezetőként abban bízom, hogy amikor majd elvégzik a középiskolát és sikeresen leérettségiznek, akkor a felsőfokú tanulmányaik után, tehát egyetemeken, főiskolán való tanulmányok után, és talán néhány év kalandozás után, mert hogy ma már a mai fiataloknak ez is teljesen kézenfekvő, és nagyon jó hasznos tapasztalatokat is lehet szerezni a nagyvilágba az élethez, akkor egy nagy részük, egy jelentős részük visszajön majd Bonyhádra, ezt tekinti majd otthonának a későbbiekben is, és fiatal felnőttként majd itt alapítanak családot, és újra visszatérnek hozzánk. Szerintem ez fontos, hogy legyen egy utánpótlás a fiatalok részéről is a városba. Aki az Arany gimnáziumot választja, az iskola jellegéből adódóan van, hogy 12 évet jár ugyanabba az intézménybe. Ennek megvannak a maga előnyei is, még a tanulók szerint is. Az ismerős arcok, a tanárokat is ismerjük meg, akik most tanítanak, azoknak is egy része még mai napig is tanít minket, tehát emiatt segít persze. Ismerős a hely, ismerünk mindenkit, ismerjük a helyeket, meg már ugye nem kellett egy új környezetbe beilleszkedni, hanem a régi megszokottnak maradhattunk. Érezzük a súlyát, hogy egyre közelebb vagyunk az érettségihez, és ez a szalag is egy jelképe annak, hogy nem sokára, pár hónap múlva már az érettségit fogjuk írni, és arra készülünk. Bár a világ rohan és az ünnepek sem a régiek, a szalagtűzőnek megmaradt a varázsa. Nyilván különböző egy nagyobb középiskolába, különböző egy kisebb iskolába, különböző ott, ahol általános iskolások és gimnazisták együtt vannak, de a mi gimnazistáink is megtartják mindazokat a középiskolás programokat, hagyományokat, amiket általában a középiskolások tartanak. Hát éppen attól vagyunk speciálisak, hogy egy épületen belül közel 600 vagy több mint 600 általános iskolás, és az idei tanévben 60 középiskolás volt az épületben, az iskolánkban. Ez egy nagyon érdekes dolog így, mert nyilván a kisebbik korosztály is tanul a nagyobbiktól, a nagyobbik is a kisebbiktől. Vannak természetesen jó, vannak kevésbé jó minták, de azt gondolom, hogy összehozza őket ez a bizonyos közösség, hogy elsőtől 12. évfolyamig együtt vannak. Pont ez talán a legfontosabb és legkiemelendőbb, hogy talán jobban odafigyelnek egymásra. Nagyobbak is a kicsikre, és a kicsik meg felnéznek nyilván a nagyobbakra. És szoktuk mondani, hogy ez a bizonyos családias közeg, környezet, ez talán egy kicsit kedvezőbb a nagyobbak számára is. Különböző korosztály van együtt,
éppen ez az egymásra odafigyelés, és talán visszafogottabbá teszik őket a különböző egyéb ténykedésükben. Jobban oda tudnak figyelni a kollégák is a tanulókra. Vannak olyan kollégáink, akik tanítanak az általános iskolában és a középiskolában is. Tehát jól ismerik a fölfele menetet, általános iskolából a középiskolába, jól ismerik ezeket a korosztályokat, és talán jobban is tudnak velük bánni. A sok éves munkáért járó jelképes köszönet nem maradt el. A negyedikesek tiszteletbeni végzőssé fogadták a tanárokat a szalag feltűzésével. Az ünnep pillanatai elszállnak. Aztán következik még néhány hónap kemény munka a sikeres érettségi érdekében. A Kifordítva nevű zenekar adott koncertet a könyvtárban a Kultúra napján, ahol egyúttal bemutatták a Bonyhádi Irodalmi Kör tagjainak írásaiból készült kiadványt is. Koncert, vagy inkább irodalmi est, tám mondhatjuk, hogy mindkét szó megfelelő, a Kifordítva együttes ugyanis a versekkel kötött szoros barátsága okán az irodalom birodalmába vezeti hallgatóságát, legyen az klasszikus vagy kortárs. Az előbbi részlet is egy József Attila vers megzenésített változata az 1928-ban írt Ördög farába. Amiatt alakultunk, hogy megpróbáljuk egy picit a kultúrát bevinni könyvtárakba, művelődési házakba, közösségi terekbe, akár iskolákba is. És kezdetektől az volt a cél, hogy nem a klasszikus értelemben vett vers megzenésítős műsort állítsuk össze, hanem sokkal inkább szerettünk volna néhány meghökkentő példát beemelni, akár a mai kortárs könnyű zenei világból, itt dalszövegekre gondolok elsősorban, akár klasszikus, akár irodalmi alkotásokról. És hát a Kifordítva név az onnan adódik, vagy abból született, hogy általában ezek a úgymond meghökkentő művek, ezek valamilyen furcsa tálalási móddal kerülnek bemutatásra. Ez azt jelenti, hogy vagy előfordul az, hogy mondjuk például egy könnyűzenei dalt, ami mondjuk egy ismert sláger, az mondjuk nem dalként hangzik el az előadás során, hanem mondjuk versként, prózai előadásmóddal. Tehát ettől lett ez a Kifordítva a neve az együttesnek. Mindenki maga ítéli meg szerintem, hogy saját magunk számára mit jelent egy-egy dal, vagy egy vers. Igazából a mostani repertoárban, ami most a Magyar Kultúra napjára készült, itt olyan műveket vettünk górcső alá, és kerültek be a repertoárba, akiknek a szerzői valamilyen szinten meghatározó szerepet töltöttek be a magyar kultúra életébe. A sikernek ára van, nem titka. Bohócnak nem jár aranykalitka. Ne szidd a sznobokat, hisz belőlük élsz. Az írás tudoktól meg jobb, ha félsz. Senki ne áldozza magát, érted? Ne lásd az urat, jobb, ha csak érzed. Ne hagyd, hogy más írja az életedet, se szülőd, se testvéred, se szerelmesed. Nyilván azt kell mondani, hogy a teljesség igénye nélkül, és ezt el is szoktam mondani, hogy biztos a közönség soraiba ülnek sokan, akik mondjuk hiányolnak egy-két nagy költőt, vagy írót, vagy alkotást, vagy saját kedvencüket. Ez nem azért nem került bele, mert mondjuk mi nem szeretjük, hanem egyszerűen most ez így alakult, és hát ugye nyilván szűkös az időkeret is, tehát valahogy meg kell próbálni összerakni ezt a dolgot, de hát itt most József Attilától Földes László Hobon keresztül a Kimbi együttesig bezárólag nagyon sok minden lesz. Én most már egyre inkább azt látom, hogy létezik
a kortárs irodalom, csak picit átalakult, tehát ma már nem a klasszikus értelemben vett irodalmi folyóiratokon keresztül tájékozódnak az emberek, vagy jutnak hozzá ezekhez az irodalmi alkotásokhoz, hanem más platformok vannak. És mi ezt próbáljuk egy picit meglovagolni. Persze léteznek ugyanúgy a klasszikus folyóiratok, de ez tényleg, tehát most egy középiskolás gyereknek nem jut eszébe mondjuk élet és irodalmat olvasni. Viszont nagyon sok olyan, most mondjak egy ilyen példát, például a YouTube-on rengeteg olyan slammer, illetve dalszövegírónak megtalálható az alkotása, ami tényleg valamilyen kulturális értéket vagy üzenetet hordoz, és ezt nagyon fontosnak gondoltuk mi, hogy ezt erre rávilágítsunk, hogy tényleg amiket hallgatnak, azok közül nagyon soknak van komoly jelentése. Szeretni valóval, őrizlek kérő tenyerekkel, húz a földekkel, fellegekkel, topogásod, muzsikás romlás, falam ellened, örök omlás, tüledék árnyán ringatózom, lehelletedbe burkolózom, mindegy szeretsz-e, nem szeretsz-e, szívemhez szívvel, keveredsz-e, látlak, hallak és énekellek, Istennek tégedet fellek, hajnalban nyújtózik az erdő, ezen ölelő karja megnő, az égről a fény lesz a vítja, szerelme szívére bozítja. Ez is volt egyfajta cél, hogy valahogy főként a gyerekekhez közelebb hozni az irodalmat, mondom akár a klasszikus, akár a kortárs irodalmat, illetve hát pont emiatt kerülnek be olyan alkotások, olyan művek a repertoárba, amit igazából a gyerekek, tehát az iskoláskorú gyerekek hallgatnak nap mint nap, de nem tudják, hogy ennek mondjuk irodalmi értéke is van. Tehát olyan szövegvilágú dalokban gondolkodunk, amelyeknek valamilyen szinten valamilyen kulturális értéke vagy üzenete van, és ezek kerülnek be a repertoárba elsősorban. Aztán azóta már, ugye most már lassan azt hiszem ez a harmadik év, hogy együtt működünk, és igazából most már nagyon sokat alakult a repertoár, hát van irodalmi műsorunk is, van fesztivál műsorunk, van kimondottan karácsonyi műsorunk is, tehát igazából elég széles ez a skála. Hát mi hárman vagyunk, és viszonylag régóta, tehát mondjuk olyan 15-20 éve az előadóművészi pályán, akár a Laciék, mint zenészek, én pedig, mint előadóművész, énekes. Az a helyzet, hogy amit az előző két évből le tudtunk szűrni, az, hogy mindenhol pozitív volt a fogadtatása ennek a fajta megközelítésnek, meg ennek a fajta repertoárnak. És itt főként azokra gondolok, amikor mondjuk iskolákba mentünk el, és tényleg több száz gyerek előtt mutattunk be, vagy játszottunk egy órát, vagy 45 percet, és tényleg ott meséltem közben erről, arról, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, és az, hogy lekötötte a műsor a gyerekeket, tehát nem az volt, hogy most ott nyüzsivó ment, meg egyéb rosszalkodás, amik szoktak menni. Általában azt veszük észre, hogy leköti a gyerekek figyelmét, és ez szerintem egy nagyon pozitív visszajelzés. Remélem, hogy a jövőben ez még jobb lesz majd. Az irodalmi esten mutatták be a frissen alakult Bonyhádi Irodalmi Kör első kiadványát. Van, aki verset írt bele, valaki néhány kis novellát, de pont azért, mert nem csak amatőr írók járnak, hanem úgy általában irodalomkedvelő emberek, ezért van benne néhány könyvajánló is, és hát ilyen így állt össze. Egy pályázat keretében gondolkodtunk abban, hogy új klubokat kéne létrehozni, és hát már régóta terveztem, hogy egy irodalmi kör nagyon jó lenne itt Bonyhádon, úgy gondolom, hogy ez egy hiánypótló kezdeményezés, és hát volt is érdeklődő rá, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez egy jó kezdeményezés lehet. És így indultunk el 2018. szeptemberében. Az irodalom iránt nagyon sokan érdeklődnek, egy irodalmi kör iránt sajnos már picit kevesebben, de hát én ezt betudom annak, hogy még nagyon friss a dolog, és tényleg változó a tagság létszáma, úgyhogy valaki csak egyszer tud eljönni, ugye havi egyszer ülnek össze, valaki már mindegyik alkalmon részt vett, és hát beszélgetnek az irodalomról, illetve kezdő amatőr írók is vannak köztük. Nyilván annak, aki amatőr író, ez már egy kis nyilvánosságot jelent, és esetleg ilyen szűkebb körben megmeri már mutatni magát, még hogyha nem is szeretné esetleg, hogy megjelenjenek az írásai, és már így egy mércét jelent számára, úgy gondolom, hogy
hogy mik a visszajelzések másoktól, a családon kívül például. Múlt idő összeszedegetett históriák a címe Kacián János szekszárdi helytörténész legújabb könyvének, melyet kedden mutattak be Bonyhádon. A szerző a kötetben három fejezet segítségével kalauzolja el az olvasót a megyeszékhely és Tolna megye múltjába, közben jeles történelmi személyiségek életútját is bemutatva. A könyv 107 írást tartalmaz. Mai nap, Magyar Kultúra napja. Ennek apropóján pedig egy honismereti könyvet fogunk bemutatni. Mégpedig Kacián Jánosnak a Múlt idő összeszedegetett históriák című kötetét. A gyűjteményes könyvet Szőcs Zoltán, a Völgységi Múzeum vezetője mutatta be az érdeklődőknek kedden Bonyhádon. Az első fejezet adatok Szekszárd otthon ismeretéhez. 50 írás, 130 oldal. Ez a leghosszabb és a legnagyobb rész. Ez sem véletlen, hiszen bár ő Budapesten született 1938-ban, iskoláit is Pesten kezdte, végül is ezt követően Szekszárdon folytatta, és életének nagy része ugye a városhoz, Szekszárdhoz kötődik. 50 írásából azonban 20 olyat találtam, amely kitekintést ad Tolna megyére, vagy magyar vonatkozású és jelentőségű adalékokkal is bír. Így lehet, hogy olvashatunk a könyvben Liszt Ferenc és Pollák Mihály szekszárdi kapcsolatairól, a bánsági Bunyaszekszárd krónikájáról és arról, hogy hogyan került Szent István Tolna megye címerébe. És folytathatnánk a sort, de ezt tegye inkább a kötet szerzője. A honismeret elsősorban otthon ismeret, tehát a saját házunk tája jeleseiről kell tudni minél többet, így aztán érthető módon itt Béri Balog Ádámtól Garai Jánoson át, de Auguszt Antal, Bezerédi István és olyanok szerepelnek, akiknek sok közük volt Szekszárdhoz, Szekszárd történetéhez valamilyen szempontból. Hát különösen Garai János az, aki közel állt a szívemhez, mert ugye nem túl régen volt születésének 200. évfordulója. Ezen kívül néhány olyan tudós ember, mint Hollós László, aki a gombatudósként ismert tudományos akadémia tagja volt, az ő születésének is 150 éves évforduló alkalmával sokat volt lehetőségem foglalkozni az ő történetével. Ilyen nyugdíjas levéltári emberként alkalmam volt néhányuknak a hagyatékát is fellapozni. Ilyen volt például Liszt Ferenc 117 levele, vagy Garai Jánosnak a levélgyűjteménye, amit hazaírt a szüleinek, vagy amiket ő kapott Arany Jánostól, például, vagy Vörös Marti Mihálytól. Szóval ilyen érdekességek, és ezek úgy megfogják az embert. Ennek kapcsán kérdezném, hogy kinek ajánlja a könyvet? Hát ez azért könnyű vagy nehéz kérdés, mert ugye azt szokták mondani, hogy mindenkinek, azoknak az érdeklődő embereknek, akiknek a szűkebb haza története fontos, többet akarnak tudni róla. Kacián János elmondta, a kötet három fő fejezetből áll. Ezekből az első részben közvetlenül Szekszárddal kapcsolatos írásokat oszt meg a szerző, a második fejezet szól az imént felsorolt jeles személyiségek életútjáról. Végül a harmadik részben Tolna megyével foglalkozik a könyv. Kacián János pedig nem hagyja abba a munkát, mondta stábunknak. A 80. életévében járó helytörténész már új könyvén dolgozik. Nem unatkozom most se, mert 1973-ban készült egy Tolna megyei életrajzi kötet, Korok és emberek címmel, Sipter Gézáné könyvtáros készítette, aki azóta elhunyt. A kötetében már akkor nem élő személyek szerepelnek. Ennek az életrajzi kötetnek a második részét készítettem el, illetve még ezen munkálkodom. Ez körülbelül 1000 személyre vonatkozó életrajzgyűjtés, azzal együtt, hogy mit csináltak, milyen írások szólnak róluk, vagy
nekik, milyen volt a tudományos munkásságuk, milyen publikációik vannak, és azok hol érhetők el. Tehát most a legközelebbi dolog, amivel szeretnék majd valamikor előállni, az ennek az életrajzi kötetnek a második része. A kedden bemutatott gyűjteményes könyv 107 írást tartalmaz, és összesen 340 oldalas. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!